Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Amiről most szó lesz, ez Dávid és Góliát lesz. Dávid és Góliát. Dávid ugyanaz a harcos fiú, akiről már eddig is beszéltem nektek, Góliát pedig egy hatalmas ember. Még a mindennapi életben is használják, nem tudom, hogy az utóbbi időben van-e ilyen, hogy Góliát elem, tehát hogy nagy, valami nagy elemre gondolnak. Ez az illető, ez egy filiszteus volt, a filiszteusok ott közel laktak Izraelhez, nagyon közel laktak ezek a filiszteusok, ellenséges emberek voltak, és ahova csak tudtak, betörtek, kifosztották az embereket, és még néhány embert el is vittek, hogy rabszolgájuk legyen, és dolgozzon ingyen náluk. Nos, hát ez erről a Góliátról és Dávidról lesz szó. El tudjátok képzelni, hogy régen az emberek nem ismerték a repülőgépet, meg nagy fegyvereket, hanem kijelöltek egy harcmezőt, és akkor az egyik nép is felvonult, a másik nép is felvonult, és akkor fokozatosan közeledtek egymáshoz, és a férfiak megvívtak egymással a kezükbe lévő fegyverrel. Most képzeljétek el, itt van ez a rajz, egymással szemben áll két hadsereg, az egyik a filiszteusok hadserege, a másik pedig az izraeli hadsereg volt. Hát hogy is néz ki ez a Góliát? Van ott mellette két ember, hát törpének látszanak ő hozzá. Olyan nagy ember volt. Olyan többi katonák törpének látszottak mellette. És mi ez, mi rajta van, milyen ruha ez? Nagyon divatos ez, ilyen toll, valami tollak vannak rajta. Nem, hát ez egy ilyen fémből van, ez ilyen páncélszerű ruha, ott a vállát is védi valami. A pajzsot két katona viszi, ezek voltak a kordárai, akik segítettek neki a fegyvereket vinni, és előállt. A barátunk előállt, és látjátok itt jobbkéz felől, kétségbe esetten menekülnek előlük ezek az emberek, Izrael fiai menekülnek. Ott van mögött a hadsereg is. Hát Dávid is itt van, látjátok, épp itt lehajolt, hogy a köveket válogatja. Na szóval, hát így nézett ki ez a hadsereg. Ó, micsoda ütközet lesz ez. És ez az erős páncélos ember, Góliátnak hívták, hát elkezdett rögni, mint a ló. Amikor az Izrael katonáira nézett, akkor elfogta a röhögés, hogy ti akartok én velem megküzdeni. Hát én az óriás, hatalmas izomerő, sok az ész a fejembe, védve vagyok minden lövéstől, golyóbiztos mellényem van.
volt, pajzsa volt, sisakja volt, dárdája volt, hangosan röhögött, maga biztos volt, röhögött, néha kacagott, néha vigyorgott, néha kinyújtotta a nyelvét, hogy gúnyolja a másik oldalon lévő katonákat, és szitta Sault királyt, Sault is szitta, csúnya szavakkal, Istent is szitta. Hát ez volt a legborzasztóbb hallani, hogy káromkodott, csúnya szavakat használt, Isten szidni, hát ez egy borzasztó dolog. És azt kiabálta, hogy ide nézzetek, ha valaki mer, álljon elő, és küzdjön meg velem. És amikor hallották ezt, hogy valaki megküzdjön ő vele külön, személyesen, hát mindenki hátralépett. Mindenki hátralépett, mindenki fél. Mindenki fél tőle. És ott volt a Dávid, akiről már beszéltem nektek, hogy milyen erős, ügyes fiú volt, valamikor juhpásztor volt, apja birkáira vigyázott, úgy gondolta, amikor hallotta ezt a csúnya kiabálásukat, hogy valamit tesz. Dávid nagyon szomorú volt. Szomorú volt azért, hogy ez az ember így beszél, ilyen csúnya szavakat használ, ilyen trágár szavakat használ. Dávid szomorú volt, és fájt neki, amikor Isten szittál. Szitta ez a nagy ember, nagy öblös hangja volt. Elhallatszott 2 kilométerre is, amikor bőgött, ordított. És Dávid elhatározta, hogy valamit tesz. Ő szerette Istent, és fájt neki, ha valaki Istent bántotta. És ez az ember, hát ilyen, nem tudom, nekünk is vigyáznunk kell a szavainkra, hogy mit mondunk, mert azért ma nagyon sok ember ocsmányul, csúnyán beszél, ami nem szép, pláne egy kislány szájába a káromkodás, milyen rondán hangzik, vagy hasonló, vagy egy kisfiú, amikor egyre csúnyábban beszél. Nos, hát Dávid nem szerette ezt hallani, ezeket a szavakat. És aztán előállt Dávid. Góliát pedig hát nagyon dühös volt, amikor meglátta, hogy ő vele egy ilyen fiú akar megküzdeni. Azt mondta, hogy hát, kutya vagyok én, hogy te bottal meg parittyával, csúzlival jössz rám. Azt gondolod, hogy kutya vagy? Gyere csak közelebb, kisfiam, kiszúrom a szemedet, megtaposlak. Hát hogy gondolsz-e, hogy a bácsival, Góliát bácsival te meg akarsz küzdeni? Hát nézd! Meg se bírnád emelni az én pajzsomat. Hát mit akarsz te, Dávidka, ugye? Így becéznek otthon téged. És toporzékolt Góliát. Hát kutyának nézi őt, Dávid, kutyának, akire elég csak bottal menni, és egy pár kavicssal. Gúnyolódott, vicsorgott. Hát nem tudom, ti szoktatok-e vicsorogni,
csak vigyázzatok a fogatokra, ha még tejfogatok van, nem nagyon jó erősen vicsorogni, de hát ennek a Góliátnak már nagy erős fogai voltak. Hú, nagyokat tudott harapni. Ő egy nagy kenyeret is nyugodtan megevett, megkente libazsírral, meg finom hússal is, és legurította a finom falatokat, a nagy falatokat, és elkezdődött a harc. Balkész felől vannak a filiszteusok, itt pedig a Dávid népe, itt vannak. Dávid Isten nevébe kezdi el a harcot. Isten nevébe kezdi el a harcot. Milyen különös ez. Az ő kezében egy paritja van, és azt így meglóbálja. Ő nagyon jól tudott célozni, ebbe a paritjába volt egy sima kövecske, és amikor kiesett belőle, akkor eltalálta az áldozatát. És rohanva jött Góliát, és Dávid a homlokának célozta ezt a követ, és telibe találta. Telibe találta. Képzeljétek el, hogy Dávid olyan ügyesen harcolt, hogy telibe találta az ellenséget, a nagy hangú ellenséget, telibe találta, és ekkor ez a hatalmas ember összerogyott, a Dávid kisköve eltalálta őt. Milyen különös ez? Különös győzelem ez? Dávid úgy érezte, hogy nem azért sikerült neki telibe találni az ellenséget, Góliátot, mert ő olyan okos, mert olyan ügyes, hanem hogy ezt az Úr nevébe tette, vagyis az Urat hívta segítségül, és az Úr akarta, hogy ő győzzön az ellenségen. Ha már a nép félt Góliáttól, akkor ő neki meg kell küzdenie. Dávid legyőzte Góliátot. Látjátok ezen a rajzon? A győzelem. Dávid az Isten nevébe győzött. Nem volt neki modern harci fegyvere, nem volt neki revolvere, hanem csak ez a kis kövecske, ez a kis csúzli, és ennek a segítségével győzött az Úr, őt harcossá tette, és legyőzte Góliátot. Aki a földre esett, legyőzte őt. És tudjátok, hogy a mi hitünk is lehet ilyen kis kövecske, amivel a rosszat le tudjuk győzni. Szeretnétek legyőzni a rosszat, amikor jön, és a szíveteket szorongatja a rossz gondolatok, rossz érzések, és arra akar rávenni a gonosz, hogy valami rosszat csináljatok, akkor a hit ez a kövecske, amivel le lehet győzni az ellenséget. Hiszek Jézus Krisztusban, hiszek az Úrban, aki minden erő, és ő fogja a kezemet, és le fogom győzni a rosszat, ami rám tör, ami el akarja venni az örömömet. Csodálatos volt ez a harc, Dávid legyőzte az ellenséget.